kajárak, meg úgy egyébként a megélhetés, már mondtam, fele harmada a kajár, néhány dolog hihetetlen olcsó, és ha bemész étterembe, akkor se nagyon ugranak el az árak, úgyhogy bárhova be lehet menni, bárhova be lehet ülni. A kicsit följebb jöttem, mert itt vége van a beachnek, és itt majd mindjárt följebb kell mennem a szállásra. Szóval én most már ezt így megszoktam. Most lehet, hogy így mi ez videón jobban néz ki, de kosz ilyenek. Ha nézd már, végre nők. Abszolút nem jellemző, hogy nő lenne az utcán. Tudja, elnyugodtam. Na, szóval próbálom elmondani, de itt is egy kis hangzavar. De hát ez a főút, vagy mondjam, a Beach utcája. Itt volt valamelyik nap a buli. A robogó kiállítás. Szóval, hogy alapvetően tök olcsó minden, ott a szálláson is, ahol most vagyok, ki van írva, hogy 4 darab helyi sör, most nem mondom meg a márkáját, ez 350 rúpia, ami ilyen 1800 forint, vagy ilyesmi, szóval 400 forint sör. Tényleg abszolút barátiak az árak, úgyhogy hát ez az egyetlen jó dolog, amit egyébként ki tudok emelni. Nem volt gondom azért az emberekkel, mindig odajönnek hozzám, most már egy jó néven veszem, mert hát most én vagyok az egyedüli fehér, aztán mindenki kérdezget, hogy honnan jöttem, meg hogy mind. Hát igen, ez szóval, hogy egy izé hiányzik, akkor rögtön egy jó kis adag szemét. De mindenhol, mondom, nincs is szemetes, egyszerűen ilyenek az emberek. Ja igen, és akkor mondtam talán, hogy nekem is ki kellett dobni a szemetet egyik buliba. Nem volt azért szemetes. Na, szóval az emberek azért alapvetően barátságosak, semmi problémám nem volt. A szemetet mondtam, a kóborkutyák nagyon idegesítenek, hát már azt is megszoktam. Tehát úgy megyek el 4-5 ilyen kóborkutya falka mellett, mint hogyha nem tudom, kis cicák lennének. Már azt is megszoktam. Hát a tehenek tök jellemzőek, majd mindjárt biztos lesz megint. Elszokod, az kész. Tehát az, hogy nincsen út, meg ilyenek, megszokod. Csak mondjuk ez például kifejezetten a cipőmet, mert harmadjára mostam, ez ilyen vörös por, vagy nem tudom mi ez. Ez így ráül. Nem tudom, miért nem lehet ezeket megcsinálni. Szavasz, kutyus. Úgyhogy ennyi. Tehát aki pihenni akar, annak egyébként jó. Tehát, hogy ide lehet jönni, lehet csinálni a semmit, kint lehet ülni a beachem, és relatíve tök olcsón meg lehet úszni az egészet, és mondjuk nyugalomban. Tehát, hogy így otthon, ha mondjuk jönne egy ilyen csapat, egy utcába, hát simán megfordulnék. Itt meg már teljesen megszoktam, és egyébként mondom, nem is történt semmi soha, úgyhogy nincsen vele probléma. No, hát szerencsére ugye az egészségügyet nem kellett megismernem. Egyébként tökre jól megúsztam. Meg az előző szálláson mellettem a belga párocska egy napig hányt, valamit beettek. Most egy másik szálláson, amikor egy ilyen 50-es német faszi volt, az is mondta, hogy hát most egy 2 napig ült a WC-n. Nekem nem volt semmi bajom, és őszintén szóval mindent összeedtem. Mondom, csak az ilyen rendes helyi árusoktól nem vettem semmit az ilyen büfékocsiból, de ugye egyébként az ilyen kajálós helyekre mindenhova beültem. És azért kár, hogy pont lelőttem, megint itt jött a faszi, most nem is tudom, hogy ezt el lehet mondani. Minden nap 2-3-szor megtalál mindenféle illegális cuccal. És hát nyilván hozzám jön oda. Na, ennyit erről. Most már részletekben nem megyek bele, de most már eleve ide köszönt. Most már nagyobb, több mindent kínált. Elég a helyi 2-3 jellegzetesség volt, most már van nála minden. És akkor ott volt az előbb egy bisztőr, aztán így arról eszembe jutott. Hát, mondom, biztos ezt is csak én nagyon fölveszem a dolgokat, vagy hogy elmentem az egyszem plázájukba, külön kikerestem motorral, mert mondjuk útbe esett oda, amerre akartam menni. És akkor megyek be a plázába, hát mondom se kell, hogy egy ilyen kerületi kis bevásárlóközpontnak nevezhető, nem plázának. Megyek be, azt jön utána a biztér, hogy hopp, akkor álljak már ide félre, és akkor átvizsgálnak. Mi, hogy? És akkor rendesen fémdetektor, pakoljam ki a táskámat, stb. Nézek rá, hogy add meg hát én. Tehát most így nézzél már itt körül. De hát nyilván én vagyok a különleges. De hát most mi? Tehát nyilván van egy hátizsákom, mert nincsen semmi kb. De hogy kiszednek, és nem csak itt, mindenhol. Hát mondom, én vagyok, hát nyilván. Most ha itt körbenézel, akkor... Ja, és akkor ezt, amit akartam én mutatni. Hát, ha nem ütnek el. Ez a Café Lilliput, egyébként pont ott ültem az előbb. Csak gyorsan megmutatom.
hogy ennyiféle plakátot kitesznek, és kinn is hagyják persze, mert ugye minek takarítsák le, az aktuális bulikról. És ez alapján megyek 2-3 bulira, és simán elmaradt. Tehát ki van téve, aznap lefotózom, úgyis itt van pár kilométeren belül mindegyik, főleg amikor motorom volt, most visszaadtam a reggel. Oda gurulok, kérdezem, hogy akkor lesz buli? Ja nem, elmarad. Hát mondom, két napja van kint a plakát, ott előttünk. Ja nem, elmarad. Szóval, hogy nem értem, hogy beleteszik a marketinget, meg a nem tudom én mit, aztán vagy lesz buli, vagy nem. Biztos, hogy van valami háttérben, nem értem. Hát ugye ez nyilván itt ül egész nap, és nem venni a fáradtságot arra, hogy mondjuk egy óra alatt ezt így összekapírjásza, meg azt ott. Szóval ez nekem abszolút igénytelenség, én ezt egyszerűen nem tudom megszokni, vagy nem tudom hova tenni. Egy kis kóborkutya, meg egy kis szemét, de eljöttem ide, ez a lás, itt mentem el mellette. Szóval rendesen megy a zene, topogós, majd mindjárt rátiszk a mélyet is. Szóval az a baj, hogy most vannak a legtöbben. Hát lemegy szépen a lapocska, tök romantikus, meg szép, és aztán szépen mindenki hazamegy. Egyébként is csak beszélgetnek, meg kiszagatnak, meg fotózgatnak. Szóval itt nyugalom van. Tehát simán lehetne bulit csinálni, nem nagyon értem, hogy miért nincsen bulit. Ez egyébként itt a beach része, ott is építenek valamit, tele vannak ilyen tök jók azok a házak, és simán lehetne bulit csinálni. Inkább szemetet csinálnak, meg ilyen putin. Kéregetés jutott még eszembe. Hát, este nagyon sok van belőle, tök zavaró egyébként. Jövök, megyek, keresem a buli helyet, és folyamatosan. És ilyen 2-3 éves forma kisgyerekek kint alszanak az út szélén. Nagyon borzasztó, szomorú egyszerűen. Ja, hát a parkoló, hát most ez még így oké, de mint járok motorra, nincsen motorparkoló, ott a plázánál is kerestem, hogy valahova leteszem el a rendes helyre a motort, nincsen, tehát ilyen, az van, ami van, aztán kész, tehát hogy így simán egy ízés, megy mindenki, egyébként meg lehetett szokni a közlekedés, mert végül is hatékony, tehát ha menni akarsz, mész, az kész, tök mindegy, hogy milyen tábla van, meg ki merre megy, meg stb. Vigyáznak egymást, egyébként 2-3 ilyen koccanást azt láttam, már hogy így motorjai egymásnak mennek, hát két illedelmes szót váltanak, azt mennek tovább. Úgyis minden össze van törve, tehát az összes eleme ütött kopott minden autónak, tehát itt nem tétel az, hogy most belemegy a másikba. Nyilván nincsenek is rendes motorok, meg autók. Úgyhogy, hát ezek a helyviszonyok. Na, hát azért egy kicsit javítok a pontszámokon, tehát még Mumbai, mondjuk a 10-ből nálam 2 pont, tehát semmi értelme oda menni. Illetve mindjárt mondom, hogy mi egyértelme van. Addig ez mondjuk a 2 pontról fölment 4-re, mert nincs akkora tömeg, nincs akkora smog, nincs akkora dudálás, meg akkora tömeg. Szóval minden megy egy fokkal jobb, mint Mumbai. És akkor ez az egy dolog, amit tegnap előtt tudatosult bennem, hogy igazából talán azért jó jönni ide, hogy meglássa az ember, hogy mennyire jó világot élünk mi otthon Magyarországon. Szóval, hogy van víz, vannak, nem tudom, közlekedések, szabályok, szóval, hogy van egy normál európai életünk, itt nincs. Nem tudtam beszélgetni az emberekkel, tehát nem tudtam megkérdezni, hogy mik a céljaik, meg vágyaik, meg stb. Itt mondjuk már vannak ilyen rendes Suzuki jellegű autók, de ugye Mumbai-ban ezek se voltak, szóval azért ez borzasztó miatt volt. Egy tehén az van, de legalább nem az úton. Úgyhogy ennyi. Otthon azért egy teljesen jó életünk van hozzájuk képest, ami itt van, úgyhogy azt kellene inkább jobban értékelni. Ennyi. Hát, mint a tehén csordám, itt volt egy, vagy azt hiszem, még egyel odébb. Na, szóval megyek hazafelé, csak akartam mutatni, hogy így egy izével beljebb jössz. És ez az, amit nem tudok leírni így szóval, hogy beljebb jössz az utcára, de be se kell jönni, és olyan szemét van, évehetett ott benne a fák között, ja, ott a tehén csordám, átmentek oda legelészni ott a fák között, szóval, hogy egyszerűen hogy kerül oda, meg, tehát ebből látszik, hogy 10 éve fújja be a szél, mert a messzire nem is tudott volna bekerülni, mindenhol végszemét, egyszerűen nincs erre 2 forintjuk, hogy ezt, eleve, hogy miért dobálják el, és hogy aztán miért nem lehet ezt összeszedni valami közmunkással, vagy akárkikkel, borzasztó. Nem látszik a videón, az ugye itt a tehén kakiból származó átható szag, ugye ott
oda került a csorda. Tehát a büdös, hát azt már megszoktam, már lassan hiányzik. Meg hát ami ugyancsak nem látszik, tegnap 38 fok volt, most ilyen 35 fokot mondanak egész hétre, bár már nem leszek, de rohadt meleg van. És ugye itt nyilván nem divat a klíma. Hát ilyen jó kis utcajárosoktól lehet, ott van épp mint a tojás, 30 forint a boltba megnéztem. Biztos vennék, hát így egy nap alatt ott oda kiül, simán oda rohadt, szóval én ezekből nem merek enni. Úgyhogy meleg van, szag van, nem, hogy büdös van, tömeg van, nincs kultúra, nincs szépsége szerintem a dolognak. De mondjuk egy ilyen novembertől februárig, akkor van itt tél, itt is tél, ugye ilyen 30 fok, azért az otthoni hidegből ki lehet, el lehet idejönni valami rendesebb helyet kivenni, főleg, hogyha valami kapcsolatrendszer az embernek, vagy valami jó helyre, azért el lehet lenni fél pénzből az otthonihoz képest. Hát, nem, most meg nem is volt szerencsére kéregető, úgyhogy még egész jó. Na, még mindig hazafelé, csak itt láttam egy kajáldát idefelé, ahol egész izé volt, bátorító, kikerüljük a teheneket. Nem tudom, mi ez a busz had. Eddig nem láttam még busz sem. Jaj. Jó. Szóval keresem a helyet, ahol fogok kajálni. Csak előtte elengedjük a teheneket. Na hát nem találtam meg a helyet. Hello, sziasztok. Még kerestem, úgyhogy beültem egy másikba. Nem rossz. És vannak turisták, úgyhogy... Ott van egy naplemente, és egyébként nem tudom, mennyi látszik belőle. Na, gyorsan befejezem az előző károgásomat, mert azért nem olyan rossz, hogy a tengerparton. Amit akartam, meg eszembe jutott még, tehát nem lehet bankkártyával fizetni, nagyjából sehol. Ami azért idegesítő, mert még a hotelbe se. Tehát, hogy azért menjek el... Azért menjek el én fölvenni pénzt és keresni ATM-et, majd teszek be egy képet. Nem találtam meg az ATM-et. Aztán persze ne úgy képzeljétek el, mint otthon egy ATM-et. Szóval nem az, hogy a bank, meg üvegajtó, meg nem tudom micsoda, meg emberek, hanem így le van téve a koszputriba valami egy izé, és akkor mennyibe oda vegyél föl készpénzt. És hát itt teljesen természetes a készpénz, itt csak azzal lehet fizetni, ez kész. Nem nagyon van mobil szolgáltató, mármint, hogy vettem ezt a kártyát, de általában nem működik. Na, úgy zavar, tehát kiülök a strandra, valamit akarok nézni, nem tudom megnézni, zavar. Volt a hotel, hát mindegy, szóval annak nevezett valamiben, amiben most is vagyok, volt wifi, gyorsan letöltöttem pár podcastot, ajánlom nektek is, Karizma podcastot hallgattam, Iminek nagyon köszönjük a minőségi tartalmakat, megint meghallgattam, ajánlom a 9-est, az Ikigai-ról. Szóval, hogy kiültem a beachre, és 2-3 órán keresztül podcastot hallgattam, önfejlesztés, tudomány, elektromos autók, meg csillagászat témakörbe, és akkor így lehet csinálni semmit. Ennyi. Tehát tömegközlekedés nincs, a reptér 40 kilométerre van, nincs buszjárat, nincs semmi, kénytelen vagy kifizetni a taxit, megjöttem, bekölyögtek egy 9000 forintos árat, ott hagytam, aztán amikor a harmadik és annyit mondta, akkor rájöttem, hogy itt vagy szövetség van, vagy nagyjából ennyi, de úgyis megismerkedtem a repülőn egy ír sráccal, mondanám, hogy beszélgettünk, de nem nevezhető annak, mert biztos angolul beszélt. Nézd már, mi van itt. Hát ilyet egész héten nem láttam. És hát egy szavát nem értettem az ír srácnak, ugye a ír kiejtés az mint egy távolállattal az angoltól, amit én az amerikai filmekből tanultam, de mindegy, mondtam meg, hogy figyelj már, akkor úgyis ugyanoda megyünk nagyjából, akkor felezzük meg. És akkor az 1008-as, mármint hogy mi ez, mindig elfelejtem, rúpiából már le tudtam alkudni 1500-re, egy főre, és amikor mondtam, hogy jaj, te csác, és akkor megfelezzük, akkor rögtön mondta, hogy ja nem, akkor fejenként 1000. Hát akkor úgy már az 1500-ös út az rögtön 2000 lett, csak azért, mert ketten ülünk az autóba. Szóval van üzleti érzékük, mindegy, azért 4500 forintért 40 km taxizni az azért otthoni árakhoz képest rendben van, de mondom a Mumbai árak simán a duplája. Tehát itt ilyen 50-60-80 forintért ment egy taxi, azért jártam mindenhova a taxival, meg ezzel a riksára.
Tehát az nyilván ingyen volt, és akkor egyébként sem gyalogolok ilyen környéken, meg ilyen helyeken, úgyhogy ahhoz képest itt sokkal több volt a taxi. Meg hát mondom, meguntam ezt a folyamatos alkudozást, hogy minden a négyszereséről indul, és akkor lealkudozok, úgyhogy ezért ott a végén a motor bérlés. Na, szóval nincs tömegközlekedés, hát nincsenek látnivalók, nincs nagyjából semmi, de mondom arra, hogy egyébként egészen sok angol ilyen öreg, tehát nyugdíjas turista van a másik város részében. Ugye most is azt csináltam, hogy két naponta odébb költöztem pár kilométerrel azért, hogy itt az egész partot megismerjem, idézéssel laktam mindenhol, és a benti részen, most egy kicsit egy nyugisabb részen vagyok, a benti városi részen, ott mindig olyan helyeken vacsoráztam, ahol benéztem, és akkor vannak angol nyugdíjas turisták, belülük egész sokban. Na ennyi, úgyhogy szép, jónak nem mondanám, egynek el lehet jönni, az otthoni tél helyett kikapcsolódni biztosan jobb. Na, megjött a kaja, azt meg gyorsan fölveszem, teljesen jó adag, hát majd mindjárt nézem, ez is ilyen 1000-1200 forint. Vizet rendeltem, nem tudom, mindjárt megnézem, van majd 200-300 forint étteremben, de egyébként a sima üdítők is annyi, majd mindjárt megnézem, de befotózok pár izét, de nagyjából, na várjál, gyorsan átszaladok rajta. Azt mondja, hogy, hát nem látom melyik az égen, 40, ugye a kóla, mármint hogy az 5-tel szorozva 4,5 egyébként, tehát 200 forint egy kórát rendelsz az étterembe, nagyon kemény. Te a 100-150 forint, szóval, hogy hihetetlen olcsó. Ez az, hát idézőesen egyetlen előnye, már bocsánat, hogy így mondom. És akkor most is, ezt most nem a chicken, biryánit, vagy mi az Istent rendeltem, hanem ez most a, már nem is látom egyébként, hogy hol van. Tök mindegy, nem hiszem, hogy tett a legdrágább kaját, valamelyik nap beültem, azért kirendeltem a legdrágább kaját, majd beteszek a fotót, az volt valami 1500 forint. Szóval, hogy nem látom egyébként, de mindegy. Ja, hát azért vannak itt, ja, az óriás pizzák, igen, azok. Na, úgyhogy ennyi. Na, naplementébe. Na, mondjuk most már lement, egy kis vacs. Ez a veg biryáni.